Kedves hittanos diákok, hitoktatók, kedves atyák! A hittanverseny végén, záró szentmisénken elmélkedjünk a hittanverseny egyik, de nagyon időszerű és fontos témájáról, az eukarisztiáról. Hiszen Lukács evangéliuma mellett János evangélistának az írása is a versenyre feladott feladatként ott voltak. Nem véletlenül, hiszen az általános fontossága mellett most az is szükségessé teszi, hogy jövő évben Magyarországon lesz az eukarisztikus világkongresszus, ami már egyszer volt 1938-ban Budapesten, óriási és nagyon szép, ti már teljesen ilyen internetes gyerekek vagytok, azt lehet ám jóra is használni. Keressétek olyan archív filmeken meg, beütitek, hogy eukarisztikus kongresszus 1938, ilyen 5-10 perces filmek vannak, még filmtörténeti szempontból is érdekes, hogy micsoda sok ember gyönyörű, rendezett sorokban, öltözékben, a Hősök terén, aztán a Dunán kísérték az oltári szentséget, illetve részt vettek a szentmisén. És hát mi is készülünk arra, hogy jövőre megünnepeljük a világ minden tájékára idejött jobbára katolikus keresztényekkel. Ha láttátok az egyházmegyei naptárt, amit minden évben kiadunk az egyházmegye eseményeiről, akkor annak címlapján ezt a képet lehet látni, amit a szentélyben van. Utána majd gyertek ide, szándékkal tettük oda, mert emlékeztem rá, hogy a kiskunhalasi templom, Szent Péter Pál templom szentélyében van egy óriási festmény, alig hanem szekkó, de még azt is el tudnám képzelni, hogy freskó, mert az egyik az vakolatra van már, száraz vakolatra, a másik meg vizes vakolatra festve. És egy olyan utolsó vacsorai kép látható, ami már nem azt akarja csupán visszaadni, ami ott történhetett, mondjuk egy zsidó széder estét, ahol ott a bárány, ott a tojás, a keserű saláták, hanem a festő már, vagy a festő házas pár belevette az eukarisztiának a jövőjét is, a későbbi szentmiséket, hiszen az eukarisztia lett, az utolsó vacsora lett a kiinduló pontja annak a szentmisének is, amelyen például most itt vagyunk. És nem törekedett arra, hogy egy ilyen keleti házat fessen meg, hanem egy barokk templomot, még majdnem erre is hasonlít, viszont azok a oszlopok, amelyek ott vannak a templom oltára körül, már egy nagy bazilikát juttatnak eszünkbe, még a Szent Péter bazilika fölött is, vagy a oltára fölött is van egy ilyen úgynevezett nagy baldahím, ilyen nagy oszlopokkal, de eljöttök Kalocsára, ott is látható a székesegyházban. Tehát abból indult ki, hogy ezt az utolsó vacsorát az Úr Jézus tanítása szerint cselekednünk kell az ő emlékezetére. Ahogy oda is van írva, hogy vegyétek és egyétek, ez az én testem. És ha folytatnánk, akkor az van, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, és mi nem megismétlünk valamit,
hanem jelenbe hozunk. Ez isteni csoda, hogy az időt áthidalva jelenbe jön az utolsó vacsorának az eseménye. És azon is érdemes eltűnődni, hogy milyen mély szimbolikája van ennek a festménynek, belesűrített már sok mindent. Azt, amit talán az apostolok se tudtak volna így azonnal megmondani, amikor kérdezték volna, hogy kicsoda Jézus Krisztus, a második isteni személy, akinek két természete van, isteni és emberi. Ezt így valószínűleg még Szent Péter se tudta volna rögtön megmondani, azt tudta volna, hogy ember, mert látták, és azt is tudta volna, hogy az Isten fia, de hogy ezt ilyen pontosan megmondja, ahhoz idő kellett, amikor a zsinatok ezt meghatározták. Hát miről lehet ezt tudni? Mert megnézitek, az összes apostolon ilyen barna szürke ruhák vannak, de Jézuson alul már lehet, hogy kicsit kifakult, az valamikor olyan pirosas lehetett, az a egybeszőtt köntös, amit aztán a hóhírok levettek róla, nem akarták szétdarabolni, mert értékes volt az egy nagy hosszú ruha, és volt rajta egy ilyen nagy kék palásszerűség. Hát a festő tudta azt, hogy úgy kell ábrázolni Jézust, hogy isteni természete örök, mert a második isteni személy, ott van rajta a piros ruha, és ő fölvette a mi emberi természetünket, amikor így mondjuk, hogy megtestesült, emberré lett. És azt mindig a kék ruha jelzi a ikonfestészetben vagy a festészetben. Tehát az Isten ember állott, fogja a kezében a kenyeret, és egy egészen mostani mai kehely van előtte, tehát nem olyasmi edény, mint ami a zsidók előtt lehetett, sőt, ilyen kis tálka is, amit mi paténának hívunk. És ott van a kenyér a kezében, és ugye mondja a szavakat, amelyet mindig megismétlünk a Szentmisében, az átváltoztatás szavait mondjuk el, vegyétek és egyétek, mert ez az én testem. És hát ezek az apostolok mind nagy megilletődöttséggel vesznek részt, egyedül Júdás az, amelyik ott markolja a pénzt, és ott leselkedik, hogy ugyan mi van itt, és már készül arra, hogy elárulja Jézust. Viszont a többiek megrendülten, és még ilyen imádságos, térdelő helyzetben vannak. Már ebben benne van a későbbi egyháznak a hite is. Mert számunkra nem csak egy lakoma az eukarisztia, hogy magunkhoz vesszük, hanem benne van Jézus egész isteni természete is, isteni mi volta, az áldozata is, és hát ezért is van szentségimádás. Mert nem egy kenyér darabot imádunk, mert akkor bálványimádók lennénk, hanem valljuk azt, hogy jelen van az Úr Jézus abban a kenyér darabban, a legkisebben is, és a legnagyobban is egyszerre. És hát hogy lehet benne, kérdezhetnénk? Hát már maga a dolgok is hordozzák azt a tulajdonságot, hogy valamiként azt az embert is megörökítik, aki azt adja. Láttam, hogy itten ti kaptatok, vagy fogtok kapni csokit. Ha most azt a csokit, amit olyan szívesen megennétek, de látjátok, hogy a másik még jobban megenné, odaadjátok neki, akkor már nem csak azt a Milkát adjátok oda, egy kicsikét magatokat is. Hát én is megehettem volna, de én magamtól megvonom, odadom. Hát már ez is valamit magatokból odaad. Na most, hogyha egy nagyon jó sikerű dolgozatot, amit itt kitöltöttetek, visszakaptok, hazaviszitek, odaadjátok a szüleiteknek, hát ezt a
Kriszti írta, jaj, de gyönyörű, mondja az anyukája, hogy magába ezt el is fogom tenni, majd ha nagy lány lesz, emlékeztetem rá, hogy mennyire szerette a hittant. Hát ott abban benne van az írásotok, benne van a gondolatotok, benne van az, amit eddig tanultatok, mert nem egyszerre tanultatok megírni. Mennyi küzdelem volt vele még, ne így úgy O betűt, úgy írd a T betűt. Hány év munkája benne van abban az írásban, még a tanítónéni és minden. És ti azt adjátok át, meg a gondolataitokat, mert nem össze-vissza írkáltatok, hanem mi bennetek volt. Látjátok? Ott már még többet adtok magatokból. És mondjuk feltételezzük azt, hogy két ember van rabságban, és nagyon kevés kosztot kapnak is kenyerkét, és az egyik azt mondja, én már öreg vagyok, ide figyelj, én úgyis meg fogok halni. Te még lehet, hogy kiszabadulsz innét. És minden nap odaadja maga adagját a másiknak, hogy életben maradjon. És a másik tényleg túléli. Voltak ilyen esetek, hogy így maradtak meg, hogy odaadta a kenyerét. Hát az csak azt adta oda, azt a, mit tudom én, fél kiló kenyeret? Sokkal többet. Az ő életét is odaadta. Ő odaadta az életét azáltal, hogy ő inkább vállalta, hogy meghalljon, hogy a másik éljen. Az Úr Jézus úgy tudja adni azt a kenyeret, hogy ő benne van. Így kell valahogy fölfogni, hogy benne van az Úr Jézus abban a kenyérben. És hogy nem lesz kevesebbé, éppen most hallottam egy jó hasonlatot, régi hasonlat, de igaz, hogy te nézed magad a tükörben, és aztán a tükröt elejted. 5-6 felé törik a tükör, belenézi abba, kisebbik darabba is benne van az arcod. A nagyba is benne volt, de a ketté vagy négy felé tört, ott is nézed, de abba is benne van az arcod. Amikor eltöri a papa szentostját, az nem Jézust felezi meg mondjuk derékban, hanem ő magát, és ő szentségi módon van jelen, ez nagy titok számunkra, de úgy, hogy önmagát tudja adni. Tehát az eukarisztia olyan adomány, amit az Úr Jézus egyrészt adott, hogy ünnepeljük, vegyük magunkhoz, és mivel az istensége is benne van, ezért van szentségimádás. És ott még lehet látni angyalokat, akik ott minisztrálnak. Hát ez arra is jó, mert ugye a templomba viselkedni kell. Szokták azt mondani az szentostjára, hogy ím az angyalok kenyere. Mennyei kenyeret adtál nekünk, szoktuk mondani a könyörgésbe. Ja, akik felszolgálnak ott, minisztrálsok vagy, akik így, itt vannak a szentmisén, azért viselkedjenek úgy, mint az angyalok. Tehát legyenek jók, ne rendetlenkedjenek. Arra is jó példa ez a festmény, és aztán még arra is kell gondolni, hogy ezt a festményt háború alatt ide menekült lengyel házaspár festette. Ugyanis, akkor kitört a második világháború, a lengyeleket az oroszok is szorongatták, a németek is, de köztünk évezredes barátság volt, és vállaltuk a veszélyt, és 100 000 lengyel idejött abba az időbe Magyarországra, iskolákban is tanulhattak. Mi kötött bennünket össze? A nyelv? Egyáltalán nem. Hát ők szláv nyelvet beszélünk, magyar nyelvet beszélünk. Még a közös határ se kötött már össze, meg köztünk volt Szlovákia. A történelem, hát másokkal is volt történelmünk, közös hitünk. Ugyanis a lengyelek kis katolikusok, Szűz Mária tisztelők, a közös hitünk, amikor volt olyan királyunk, hogy az ő királyuk lett, az Bátor István volt, a katolikus hitünk kötött össze, nem a protestáns hit, katolikus hit, és ők is adtak nekünk királyokat.
hiszen az eukarisztia az összeköti a népeket, azokat, akik abban komolyan hisznek, testvérré teszi őket. És hát ezért is abban a győzelemről szóló énekben minden népet összekötő Jézus Krisztusról énekelünk, és őt köszöntjük. Már nagyobbaknak el lehet mondani, hogy Németországból nem engedték ide a katolikus keresztényeket az eukarisztiára, mert Hitler fajelméletet mondott. Azt mondta, hogy az emberek nem lehetnek egyformák, egyik előkelőbb, mint a másik. Jézus Krisztus testvérre akar tenni. Hát persze nem jöttek a kommunista Oroszországból sem, azért, mert azt mondták, hogy ők ateisták, Isten tagadók. De ott, ahol megvan az oltári szentségbe vetett hit, ott mindig megvan az egymás iránti közös szeretet is. Hát így készüljetek, gyerekek, az eukarisztikus kongresszusra jövőre, és adja Isten, hogy mindannyian vegyetek rajta részt, és legyen olyan lelki élményé, hogy egész életetekben azt őrizzétek. Amen.